Sziasztok, Fid vagyok, és ebben a videóban Magyarország legbaszóbb Inokim Oxójáról lesz szó, amit Gábor barátom épített. Kinézetre igazából csak a színekben különbözik, át van VTM fóliázva, de iszonyatosan erősre sikerült. Lent mikor mentem vele, simán kikap egy kerékre és hanyat vág. Motoronként 17 ezer watt, tehát 34 ezer watt összesen, ez a maximum? Igen, sziasztok! Ez a maximum, és mennyit vesz ki a kubol? Az a lényeg, hogy akkumulátorból 220 ampert vesz ki, van 18 ezer watt, hogy így számoljuk a Dualtronoknál, és meg bármelyik más rollernél, például Rionnál, meg ugye ott a motorárom van megadva. Motoráramot nézzük, olyan 34 ezer watt, de ugye senki se tudja, hogy valós-e, igazából egy mérőpad kéne, de az sehol nincs. De ha úgy nézzük, mint bármelyik rollert, akkor 18 ezer watt, a motoráramként meg 34 ezer watt jelenleg. És hány amperes a VESC vezérlő? A VESC vezérlő az fel van húzva, a szoftver módosítva van, most 2x200 ampere működik. De jelenleg a VESC vezérlők a legjobbak, nem? Hát számomra igen. Márhogy a legjobban programozható minden paramétere. Azt látom, hogy magurázva is van, aztán PMT gumi, hátul index, elég patika lett a cucc. Hány fokig melegszik így a vezérlőt, hogyha nagyon megküldöd? Most úgy van beállítva, hogy a terhelhetősége 85 foknál kezd el letiltani, és ilyen 45-50 fokra melegszik. De akkor ilyen melegben nyáron. Aha. És mekkora amperrel töltheted max? Az akkumulátort ilyen 20 amperrel maximum. Szóval és két töltőport 2x10-zel lehet tölteni, és sem lesz semmi baj. És 28 amperóra 84 volt? Igen, 21.700-as cellák vannak benne, 40T Samsung. Gyergyó János építette, ugye, hogy én kértem, részlemezelve, minden, szóval bírja terhelést, töltést is, úgyhogy ez direkt ez ebbe lett építve. Annyi, hogy a vázát, ha látják majd a videóban, a sima... Igazából is látszik, hogy lejjebb van. Van a sima oxóba, ez nincs, ez a ív, szóval lejjebb lett hozzá, és így fér be a nagyobb oxó. Igen, mert jóval magasabb a 18650-nél, a 21.700-zel valami iszonyat jó vele menni. És a BMS, amúgy az akkumulátorban 400-as BMS van, az aksi nem tud azonban ennyit, ilyen 300 amper körül tud, de... Hát túl kell biztosítani mindent, igen. Motorok is át vannak alakítva általam, azok teljesen átlettek kábelezve. Igen, szilikon kábel végig. AVG 12? AVG 12, igen, ezen kifért. Egy kis trükkel, illetve halszenzorok is módosítva vannak hőáróra. Az mennyivel, az hány fokig bírja? 200. És a 200 mennyire szokott? A normális halszenzorok ilyen 120 fokig bírják. Igen. Most jelenleg a motorok 120 fokig terhelhetőek, úgy van beállítva, 80 foknál még nem nagyon volt melegebb. Azt mutatja a telefonod? Igen, van benne, van beépítve a motorba a hőszenzor is, ez sem volt gyárilag, illetve még kerül majd a másik oldalra, mivel egy lengővillás lehet rárakni a motorra a hűtőbordát, így még remélem fog a hő fog csökkenni kicsit, de már így is meg vagyok elégedve vele. Azért gyárilag jobban melegedett, nem? Gyárilag amúgy nem, mert kisamperes a gyári vezérlő ebbe. Há, nekem az OX azért jó pár szó fölé. Az OX az igen, az OX jó, az egy motoros. Motoros hátul, de amúgy a gyári oxók is nem melegennek, szóval aki akar gyári oxót, én nagyon ajánlom ezt is. Futureboard is forgalmazza már, úgyhogy ott is meg lehet nézni. Én ezeket szerettem, ezek kis kompakt roller, úgyhogy azért is választottam. Hát meg igazából... Ezt. Oké, hogy buta a vezérlője a gyári Inokimnak, de az egyik legproblémamentesebb roller. Már kinőtte az összes gyermek betegségét. Én is egyébként ezt választanám, csak egy kicsit lenne hosszabb nálad, meg ugye szempont, hogy pont ekkora legyen, mert a nami klíma már túl nagy. Mi van még? Még amit elmondanak, hogy nagyon jó a VESC vezérlőnél, hogy a fékkaron be lehet állítani egy motorféket, itt 0-tól 100%-ig be lehet állítani. Igen, és erre mondtam, hogy pont jó, és 30%-on van az.
Ezen van egy, szóval behúzzuk a fékkart, van egy kis kapcsoló, ezen van egy 30%-os motorfék, ami ugye mind a két motorfék, ezért behúzom a teljeset, tudok ugye a magura fog, szóval vészfékezés, illetve van egy adagolható motorfék, ez meg 0-tól 100%-ig. Ez az, amit kb. Semmelyik roller nem tud, hogyha kicsit nyomod az elféket, mert ugye ez nem gázkar, akkor minél jobban lenyomod, annál jobban fékez. Hát de hát az halál. Ha 100%-ra lenyomom, akkor farolni is lehet a motorfékkel. Az halál. Itt a gomboknál nekem van egy dudám. Úgy alakítottam ki magamnak, sajnos ez a gombok nem egy minőségi, de nem volt jobb. Most így hirtelen, amit rá tudtam rakni, van egy dudám. Van egy indexünk, hátul is van ilyen kobbedindex. Ja, de már először előről. Most hátulról. Illetve van egy beépített féklámpa, ami szintén nem gyári. És a helyzetjelzőt, az mivel a fölkapcsoló? Ugyanezen a kapcsolón van egy ilyen gomb, ugye Inokimnál megszokott módon hátul egy világítás van előre. Igen, mert hogy ugye egy karos, azt látom, hogy a motorokat fölpolíroztad, mert amúgy fekete színű lenne, de rohadt jól néz ki ez a VTM fóliázás, tényleg olyan, mintha karbon lenne. Knacker csinálta? Igen. Ő általa. Kurva jól néz ki. GX16? Igen, az GX16, adtam már abból egy csomó töltőm, meg én ezekkel nem volt semmi gond se, úgyhogy azt hagytam benne, de ugye vannak már újabb portok is, mint a Dualtronoknál látjuk, azok is teljesen jók, de maradtam ennél most. És annyi, hogy a magura fék csak előre fordítva megy föl, azt kész. De ég és föld a magura. Az a baj, hogy már engem is kezdesz meghűíteni. Petra, még amit megemlítenék, hogy a gyárinökömhöz képest kapott egy kormánystucnit, amit én mindig szeretek, mert magasabban van a kormány, illetve egy évbe kerül ugye a motor. Meg előrébb állsz. Előrébb állok, igen, én nekem sokkal stabilabb és megbízhatóbb az egész. Hát meg mivel úgy nagyjából ez nekem kicsi, így hogy ennyivel előrébb van a kormány, még én is pont, hogy így van, éppen hogy jó. Meg ezt az összes gyári okszor is el lehet végezni, ezt a kormány magasítást, és mindenkinek is ajánlom, mert hogy ugye szabványos tudni befogós a kormány vége. Meg szép, ez alapból is szép roller. Azon nem gondolkoztál, hogy a vezérlőt? Vagy így, hogy menjen a motorhoz? Ez a fémszín. Nem, azt direkt akartam így hagyni, mert végül is jobban tetszett, meg ugye ennek nincsen szélhűtése, nem tudja hűteni a szél. Mármint ahogy egy zárt helyen van, azt mondod? Nem azt mondom, hanem maga a hűtőborda ugye. Itt ja, hogy nem éri a szél. Előre, hanem csak ugye közvetlenül én mögöttem kapja, és azáltal nem is akartam, hogy a nap állandóan szívja, mert ez melegíteni. De itt teljesen mondom, meg vagyok elégedve vele, amúgy azt is megemlíteném, ez Sik Eduard készítette nekem. Úgyhogy teljesen... Mármint a fedelet ő marta ki. A fedelet ő csinálta nekem, úgyhogy teljesen meg vagyok elégedve ezzel is, mert... Hatótáv? Teljesítménye nagyon jó. Hatótávban már elég jókat produkál, úgyhogy kijöntünk párszor Szentendrére, voltunk Lányfalul, és ilyen 50-60 kilométert mentem vele, úgyhogy azért elég sok gyorsulgatás volt benne, de nem volt nagy tempó. Ilyen 50% maradt múltkor is az aksiba, szóval ilyen 100 km feletti hatótávot simán tud. Ha meg normálisan megyek vele, azaz lassan, ilyen 20-30-al akár 120-130-at is tud. Végsebesség? Végsebesség, azt most találtunk egy opciót rá, nem vagyok a végsebesség hívésen is ajánlom. Igen, én is mindig azt mondom, hogy 65 körül elég. Igen, nem is ajánlom, főleg egy ilyen kiskerék tényleg életveszélyes, 100 felett esik az ember, azt tényleg hagyjuk is. De most 100-at mentem vele, többet nem mertem, de szerintem olyan 110-120 körül lehet a vége, de megmondom őszintén, szerintem nem is fogom kipróbálni, mert ez az a része nem volt, inkább a gyorsulás. Az viszont elég brutális. Igen, az elég kemény. Az mindig tényleg hanyatt akar vágni, és kikap egy kerékre. Egy ilyen kis motor nagyon brutál. Elmondtunk minden lényeges dolgot? Szerintem igen, annyi még nem, hogy ez nem lesz eladó az a roller. Soha.
Majd még videózunk, hogy indul meg kap ki egy kerékre, és akkor az lesz a videó vége. Szóval ez a videó ennyi lett volna, köszönöm, hogy megnéztétek, fit voltam.